Ma ünnepelné 27. születésnapját az egykori liberális párt. Vajon miért tűntek el a szabaddemokraták a rendszerváltás után 20 évvel a magyar politikából? És lesz-e még Magyarországon sikeres liberális párt? Vendégünk Magyar Bálint és Pető Iván, az SZDSZ két egykori elnöke. Öt éve tűnt el a politikai életből hosszú agónia után a rendszerváltás liberális pártja, az SZDSZ, amely ma ünnepelné 27. születésnapját. Vajon mennyiben lenne más Magyarország, hogyha az SZDSZ nem vesz részt alakító tényezőként a demokratikus átmenetben? Miért zsugorodott kis pártá 98 után, és miért tűnt el a politikából 2010-ben? A volt SZDSZ két elnökével, Magyar Bálinttal és Pető Ivánnal keresünk a választ ezekre a kérdésekre. Jó estét kívánok! Jó estét! Megállapítható, hogy a liberalizmus végéről Európában nem beszélhetünk, hiszen számos más európai országban nem csak kormánytényező az ottani liberális párt, sok helyen miniszterelnököt is adnak. Magyarországon mit csúszott félre? Hát én azt mondom, hogy az a Magyarország lakosságának az értékstruktúrája több felmérés mutatja ez az elmúlt 25 évben. Nem, hogy közép-európai országok értékstruktúráihoz igazodna, vagy legalább azzal mozogna együtt, most beszélek itt Csehországról, Szlovákiáról, akár Romániáról, hanem sokkal közelebb áll Moldova, a Moldovai Köztársaság, vagy éppen Ukrajna értékstruktúrájához. Ez egy mélyen fekvő történet. Az SZDSZ esetében, miközben a rendszerváltásban az első olyan és meghatározó erőként vett részt, amely rendszerváltás hirdetett a forradalom, három forradalom örökösének nyilvánította magát, és ezt képviselte, és ellenzéki szervezetként deklarálta magát, amit addig más szervezetek nem tettek meg. Mindezt egy liberális ideológia talajáról tette. Akkorra kialakult egy olyan liberális közbeszéd, amely a rendszerváltás alapvetően meghatározó értelmiségnek a közös nyelve volt. Ez egyben egyfajta érzéki csalódást is jelentett. Ennek a közbeszédnek, ennek a liberális, racionális, szekuláris nyelvnek az általános elfogadottság az értelmiség körében azt a látszatot keltette, minthogyha magának a társadalomnak az értékstruktúrája is hasonlóan liberális lenne. Ezt én egyfajta történelmi félreértésnek hívom, illetve az Ivánnal írt közös cikksorozatunkban ekként apostrofáltuk, ami abból adódik, hogy egy jelentős feszültség volt már akkor is a liberális értékek elfogadottsága és a politikai intézményrendszerben megjelenő képviseletek között. Ja, ön valóban írta már, hogy ön is úgy gondolja, hogy tévedés volt bizonyos értelemben az a nagy támogatottság, ami a rendszerváltás után volt az SZDSZ-nek. Igen. De azt is mondta, hogy a középpártiság azért benne volt a pakliban. Hát én ott kezdeném, hogy ugye a kérdés úgy hangzott eredetileg, hogy köszönhető, ha tetszik, az SZDSZ-nek a rendszerváltásban mi lett volna, ha nem lett volna, és ettől némileg elválasztanám a itt nagybetűkkel is megjelent kérdést, hogy miért bukkott úgymond el az SZDSZ. Ugye ebben az írásban azt, amire itt hivatkoztunk, most már azt mondtuk, hogy nem az a kérdés, hogy az SZDSZ miért szűnt meg, hanem inkább az a kérdés, hogy hogy tartott ki ilyen sokáig, részben olyan közegben, amiről a Bálint az imént beszélt, részben annak ismeretében mondtuk ezt, hogy a úgynevezett volt szocialista országokban sehol ilyen típusú párt olyan sokáig nem létezett, mint az SZDSZ, és olyan jelentős, hát ha tetszik, társadalom formáló tényezőként sem létezett. Na most persze a mai közhangulat vagy uralkodó politikai beszéd felől közelítjük a dolgot, akkor ugye sokan úgy válaszolnak, lehet, hogy a többség is, hogy jobb lett volna, ha ez az egész meg se történik, és akkor amit mi pozitívumnak gondolunk a 25 évvel ezelőtti változásokban, és ebben az SZDSZ szerepét igen-igen jelentősnek gondoljuk, azt lehet, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy jobb lett volna, ha se az SZDSZ nincs, se az egész rendszerváltás abban az értelemben, ahogy ma beszélnek. Mennyiben lett volna más a rendszerváltás, ha az SZDSZ nincs? Hát ezt erre pontos választ természetesen nem lehet adni, hiszen ugye hosszú ideig, viszonylag hosszú ideig, a 90-es évek után a Magyarország vezető ország volt ebben a térségben, és mi úgy gondoltuk, szerintem megalapozottan, hogy abban, hogy Magyarország a többi
környező ország előtti áramban jelentős szerepe van annak, hogy az SZDSZ-nek milyen befolyása volt a rendszerváltása, hogy békésen zajlott itt, hogy sokkal simább volt az átmenet, mint máshol, hogy a piacgazdaságra való áttérés az, ha nagy megrázkodtatással is járt, és nagyon sok mindenki a következményét hátrányosan viselte, de mégiscsak flottabbul ment, mint máshol, mert máshol több illúzió volt az ügyben, hogy a szocializmus úgynevezett vívmányait hogy lehet megőrizni. De hát ezek az előnyök, ezek eltűntek, ami nem az SZDSZ tevékenységének következménye volt, hanem sok minden másnak. Tehát azért mondom, hogy erre a kérdésre meglehetősen nehéz válaszolni, hogy mi lett volna, ha nincs SZDSZ, hiszen azokban az országokban is, ahol megpróbáltak valami szocializmusszerűséget folytatni, vagy a szocializmusnak nemzeti változatát folytatni, mint Jugoszláviában, vagy mint egy ideig Romániában, azok az országok is, hát volt Jugoszláviát, Szerbiát most nem számítva, megrázták magukat és lekörözték ma Magyarországot. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen távlatból nézve, most kivonva az egészből az SZDSZ, nyilván nem lehet egy tiszta képletet csinálni, de az SZDSZ szerepe szerintem igen jelentős volt abban az időszakban, ameddig az SZDSZ valóban aktív volt. De ha ezekben a dolgokban állt valóban az SZDSZ szerepe, amiket pozitívumként felsorolt Pető Iván, tehát például a békés átmenetben, akkor mindezt meg lehet közelíteni, és egyre többen teszik negatív szempontból is, hogy elmaradt a valódi rendszerváltás, nem volt igazi felelősségre vonás, elmaradt az az elitcsere, aminek az elmaradása mai napig kínozza a társadalmat, és újra előjön, és a mai kormány gondoskodik róla, hogy erő is jöjjön, mint régi adósság, akkor ebben is az SZDSZ-nek van felelőssége? Ugye a békés rendszerváltás stratégiája az a rendszerváltás programjában jelent meg. Elég egyszerű elővenni 89 tavaszáról ezt a programot. Gyakorlatilag az egyetlen koherens pártprogram volt abban az időben, és az, hogy a politikai átmenet programját nevezetesen, hogy hogyan történjen a rendszerváltás és a békés átmenetnek a forgatókönyv ott lett felvázolva, utána született meg az ellenzéki kerekasztal. Az SZDSZ-nek meg egy önkorlátozása is volt, hogy amikor ezt a Független Jogász Fórum is felvetette, akkor visszavontuk a kvázi a saját javaslatunkat, hogy ne legyen presztízs kérdés abból az ügyből, hogy ki hirdeti meg ezt a történetet, de maga a stratégia, amit leírtunk, azt mi hoztuk létre. Amikor ezt hallom, hogy a békés rendszerváltás az egyfajta hiba volt, mert nincs forradalmi élménye az embereknek, de én ezt elég furcsán kezelem, mert csak azt tudnám ajánlani azoknak, akiknek hiányzik a valódi forradalmi hevület és az ezzel járó véres összecsapás, hogy vegyen elő egy papírt, írja föl, hogy áldozatok, tegyen egy kettő pontot, aztán írja oda a saját nevét először, majd a rokonainak a nevét, majd a barátainak a nevét, aztán folytathatja a sort, és döntse el, hogy hiányolja ezt. Hihetetlen történet az egyébként, ami a 20. században rendkívül ritkán történik meg, hogy összeomlik egy világbirodalom, úgy, hogy egy pofon nem csattan el abban a rendszerben ennek az összeomlásnak a nyomán. Ennek borzasztó nagy jelentősége van, és ezt nagy tettnek tartom, és aközben akik számon kérik azt, vagy hiányolják, hogy nem volt forradalmi átalakulás, azok nem tolongtak a rendszerváltás előtt. Azért, hogy szeretnének a demokratikus ellenzékhez tartozni, hogy jaj, vállalunk olyasmit, mondjuk szamizdatokat, a saját véleményünket szabadon vállaljuk, amiért kirúgnak az állásból, elveszik az útlevelet. Tehát ez a fajta hiányérzet, akkor mi ezt nem éreztük, hiszen az egész demokratikus ellenzék pár száz főből állt valójában, pár száz főből, akik komolyan bizonyos kockázatokat vállalva a rendszerkritikát gyakoroltak, amit aztán a Szabad Európa Rádió közvetített tovább. Ami a történelmi félreértést eredményezte, és bizonyos értelemben ez tükröződik az SZDSZ bázisában is, hogy a értelmiségi vezetése az SZDSZ-nek, ami a demokratikus ellenzékből jött, az alapvetően egy baloldali indítatású, onnan jutott el a liberalizmushoz, szekuláris gondolkodású, racionális ideológiát és nyelvet képviselő, és valójában diktatúra ellenes, generálisan diktatúra ellenes alakulat volt, miközben a tagság egy jelentős része, egy követőinek jelentős része inkább jobboldali indítatású, érzelmi, kommunista ellenes volt, és itt a rendszer ellenesség, a diktatúra ellenesség és a kommunista ellenesség összecsúszott. Ez megnövelte a pártnak a támogatottságát, hiszen 20-21%-ot értünk el a választásokon, de eközben elfedte azt a történetet, hogy mi nem olyan, hogy mondjam, a békés rendszerváltásnak ára van, nem akasztunk utána.
nem történik meg ez a történet, hiszen ennek a kilátásba helyezése pont a békés rendszerváltást veszélyeztette volna, és aki annak idején benne volt ebben a változásban, azt tudható, hogy ez nem volt olyan magától értetődő, hogy a rendőrség, a hadsereg, a munkásőrség, vagy akár külső hatalmak nem avatkoznak be ebbe a rendszerváltásba. Most az, hogy az SZDSZ-nek a követőinek az értékstruktúrája, értékvilága, még az SZDSZ-é sem követte igazán a liberális értékrendet, ez okozhatott egy érzéki csalódást. Hányan voltak valóban liberálisok a követők közül? Hát igen, ez volt az érdekes. 91-ben végeztünk egy ilyen felmérést, meg is jelent egyébként akkor nyilvánosan, amelyben az ország, az SZDSZ követői és az SZDSZ tagságának az értékválasztásait néztük. És az SZDSZ tagságában, amely akkor a csúcson volt 31-2000 taggal, azok közül, azoknak az aránya, akik az emberjogi kérdésekben és a gazdasági kérdésekben egyaránt következetesen liberális álláspontot képviseltek, mindössze 5% volt. Az SZDSZ volt a liberális párt, mert a mi tagjainknak csak 60%-a volt halálbüntetés párti, miközben az országos átlag 90% volt. Ez azt jelenti, hogy az a fajta liberális nyelv és liberális program, amely megjelent a rendszerváltás programjában is, és kvázi 20%-ot kapott, annak az értékrendszernek a támogatottsága nem volt ilyen nagy. Teljesen nyilvánvaló és várható volt, hogy ez az ellentmondás nem tud tartósan fennmaradni egy, hogy mondjam, 20% körüli pártot eredményezni, azt meg végképp nem, ami persze a csalódást okozta, hogy az SZDSZ önmagában nem lesz képes kormányváltó erőként fellépni, és ez az ellentmondás, ez volt az egyik legfontosabb, ami az SZDSZ lényegében felemésztette az idők során, hogy ezzel nem tudtak szembenézni, hogy amit képviselünk, az valójában hány százalékra elég nagyjából egy társadalomban. Egy második ellentmondás az az volt, hogy az értelmiség és a politikusi szerep, mert a demokratikus ellenzék alapvetően szólásszabadságra épülő egyéni kockázatokat vállaló szerepekből állt, hogy az értelmiség és a politikusi szerepek szétválnak, és ezt nem lehet együtt tartani. Az SZDSZ-nek nem értelmiségi hódudvara volt, az SZDSZ maga egy értelmiségi párt volt, a hódudvar benn volt a pártban ennek az összes nyűgével, és a harmadik mélyen fekvő, hogy így mondjam, strukturális oka az volt, hogy a liberális agendáját az SZDSZ különböző kísérletek ellenére nem tudta megújítani később. Alapvetően azok a kérdések bírtak nagy presztízzel az SZDSZ és a értelmiségi közvéleménye körében, amelyek még a demokratikus ellenzéki tevékenységből örökítődtek át az SZDSZ-re, szólásszabadság, gyülekezés, stb. És azok a liberális témák, mint modern liberális témák, mint fogyasztóvédelem, környezetvédelem, nőiesi egyenlőség, és így tovább. Ezek, hogy így mondjam, lenézett, másodrangú témák voltak, amelyeknek viszont létfontosságú szerepük lett volna abban, hogy az SZDSZ meg tudjon maradni középpárti státuszban legalább. Pedig ez is gyakran elhangzik mostanában, hogy itt lehetett az egyik kulcshiba, hogy nem maradt az SZDSZ középen, hogy nem lett volna feltétlenül kötelező választani bal és jobb oldal között, és hogyha nincs az a bizonyos koalíció, akkor megmaradhatott volna három pólusú a magyar politika, és az, hogy ebből hideg polgárháború lett, és egy kétosztatúság, az ilyen értelemben az önök felelőssége. Hát ugye mindenre lehet azt mondani, hogy ki lehet próbálni. Hát itt van a sikeres LMP, ugye, amelyik átütő erővel formálja ma a politikát. Látszólag se egyik oldalon, se a másik oldalon nincs, de nem is létezik. Érdemben én, mint parlamenten kívüli civil ember, nem is nagyon tudom, hogy mit csinálnak, éppen hogy bejutnak a parlamentbe. Szerintem körülbelül ez lett volna az SZDSZ sorsa, és a, ha tetszik, történelmi formáló szerepe is, ha ezt az utat választja. Tehát még bent lenne a parlamentben? Hát bent lenne, de minek? Ott van, és hozzá már nem hallatszik a hangjuk. Ott van nem tudom én hány ember, szerintem egy kézen megszámolható számú ember, és akkor hát körülbelül ez az útja azoknak, akiknek soha semmi esélyük, hogy a kormányzati tevékenységet, vagyis az ország döntéseit befolyásolják. Lehet, hogy a személyes sorsukat befolyásolja, hogy bejutnak a parlamentbe, de ennél semmi több. Az persze igaz,
hogy valóban jobb lett volna az SZDSZ olyan erős támogatottságú, hogy maga határozza meg a politikai témákat, azt, hogy milyen döntések születnek. De hát az SZDSZ-nek erre nem volt elég ereje, és olyan szövetségese se volt, amelyik hajlandó lett volna érdemben elfogadni kényszerhelyzet nélkül azokat a témákat, amelyeket az SZDSZ fontosnak érzett. Ugye, amiről Bálint beszélt, az SZDSZ, ha tetszik, holdudvara hívei úgy kezelték az SZDSZ-t, mintha az SZDSZ fújná a passzát szelet. Pedig az SZDSZ csak igen kismértékben tudta mindenkori parlamentben fújni a passzát szelet. Lehet, hogy sok mindent elmondott abból, amit fontosnak érzett, de sem a baloldal, tehát az MSZP, sem a jobb oldal, amelynek összetétele változott már mint pártértelemben, nem volt vevő ezekre a témákra, és az SZDSZ magában képviselte ezt, ennek megfelelően legtöbbször leszavazták azt, amit mondani szeretett volna, de a számonkérés, mármint közvélemény értelemben az SZDSZ közegének számonkérése, mégis olyan volt, mintha az SZDSZ egymagában ült volna a parlamentben, és miért nem csinálta meg ezt, vagy azt. Még egy pillanatra visszatérnék a békés vagy nem békés átmenethez. Azért az elmúlt 25 évben volt néhány ország, ahol nem békés volt az átmenet. És volt érdemi különbség abban, hogy a társadalom leszámolási vagy igazságtételi igényében úgy változtak volna a dolgok, mint amit szembe lehetne állítani a magyarországi, vagy Ukrajnában, vagy bárhol máshol, akár az arab világban, ahol forradalmak voltak, és sok ember meghalt. Ott valami olyan társadalmi elégedettség létezik, ami nagyon más, mint Magyarországon. Szerintem jobban jártunk, hogy békés volt az átmenet. Lehet, hogy a mindenkori kormánypártok vagy jobboldalinak nevezett pártok napirenden szeretik tartani az igazságtétel kérdését, de nem boldogulnak vele. Hát ezt mindig előveszik, amikor éppen olyan kedvük van, vagy úgy ítélik meg, hogy ezzel lehet foglalkozni valami érdemi dolog helyett, de soha semmire nem jutnak. Tehát itt, amit az SZDSZ képviselt, és amit egyébként akkor mindenki más is boldogan elfogadott, itt az szerintem helyes volt. Egyébként arról viszonylag ritkán esik szó, hogy mint résztvevők, akkor azzal találkoztunk, hogy a nyugati országok inkább a felfordulástól féltek sem, mint attól, hogy valami túlságosabb békés átmenet lesz. A nyugati országok attól tartottak, hogy a feje tetejére áll minden, mert ilyen helyzetekben, amikor megbukik egy régi rezsim, és újak vannak helyettük, újak törekszenek arra, hogy valami más legyen, akkor többnyire az a legnagyobb veszély, hogy minden a feje tetejére áll, és évekig nem lehet konszolidált, normális életet élni. Hát szerintem nálunk ilyen alapon sokkal jobb, hogy az volt, amit mi képviseltünk, és utólag aztán lehet okosakat mondani erről, vagy okosnak látszókat, de hát ennek se füle, se farka. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Önöknek köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk jövő pénteken is, viszontlátásra!